a Bethlen Gábor Alapítvány évek óta kiírja a Határtalanul pályázatát, amely arra biztatja a magyarországi iskolákat, elsősorban a hetedik osztályosokat és a középiskolásokat, hogy keressenek föl egy határon túli magyar települést, egy határon túli magyar településnek az iskoláját, és ismerkedjenek az ottani gyerekekkel, ottani körülményekkel, szerezzenek tapasztalatokat arról, hogy nem csak Magyarország területén, a határokon belül élnek magyarok, hanem határokon kívül is, és hogy milyen körülmények között. A Török Ignác gimnáziumnak ez a negyedik sikeres pályázata, de ezen a négy sikeres pályázaton kívül még hat alkalommal jártunk különböző időszakokban Zsobokon, abban a kicsi faluban, ahova most negyedszer jutottak el hetedik osztályosok a pályázat révén. Zsobok egy nagyon pici falu, körülbelül 300-an élnek ott, de talán még annyian sem. De egy egészen különleges település, hiszen egy olyan mintát mutatnak nem csak az ottani kis településeknek, hanem akár magyarországi kis településeknek, akár bármelyik európai ország kis településeinek, ami azt mutatja be, hogy hogyan lehet egy ilyen mini közösséget egyben tartani, hogyan lehet megmenteni a jövő számára, és azt is mondhatnám, hogy európai szintű életet biztosítani. Ennek a falunak a sajátosságai közé tartozik, hogy a rendszerváltás pillanatában mindenki munkanélkülévé vált, szinte 100%-ig, és úgy is tűnt, hogy ez a falu néhány évtized alatt el fog sorvadni, megszűnik, kiürülnek a lakóházak, aztán néhány év alatt összeomlanak és eltűnnek. Megjelent a faluban egy református lelkész asszony, aki azt gondolta, hogy ha egyszer ide vetette a sors, vagy hite szerint az Úristen ide vezérelte, akkor neki itt kell a feladatát teljesítenie, ez a gyülekezet van rábízva. Ő is szembesült azzal, hogy ez egy mini gyülekezet, és azt gondolta, hogy egy gyülekezetet, egy falut, egy települést akkor lehet életben tartani, hogyha gyerekek vannak a faluban. Nyilván egy öregedő településen kevés volt a benszülött, saját falubeli gyerek, ezért először az óvodát, az iskolát szerette volna megmenteni a falu számára, de ahhoz, hogy elegendő gyerek legyen egy helyi kisiskolára, kis óvodába, ehhez kellett egy vonzerő. A vonzerőt két dolog jelentette, az egyik, hogy létrehoztak egy árvaházat, ez lehetővé tette azt, hogy a helyi óvoda és a helyi iskola körzeti intézményé váljon, és a környékbeli településekről ide járjanak a gyerekek. Ennek a falunak a lelke az az árvaház, és minden, ami körülötte van, az árvaházat a református egyház működteti. Romániában mások a jogszabályok, mint Magyarországon, így a református egyháznak itt a településen elég sok tulajdona van,
ami az ő kezelésében van, földterületek, szántóföldek, géppark, nem tudom én, kis helyi üzemek, kertészet, pékség, tejüzem, stb. Stb. Hát ez a pici falu két évtized alatt a környéknek nem csak oktatási központjává, hanem gazdasági központjává is vált, és az összes ott élő zsoboki ember számára biztosít munkalehetőséget, aki zsobokon szeretnek dolgozni, az tud dolgozni ezekben az előbb említett üzemekben. Persze innen is járnak Bánffyhunyadra vagy Kolozsvárra, közeli nagyvárosokba, de alapvetően aki zsobokon szeretne dolgozni, mindenki itt dolgozik. Én mindenkinek javaslom, hogyha egyszer Erdély felé veszi az útját, akár családi utazáson, akár csoportos utazáson, mivel ez a település ott van Bánffyhunyad és Kolozsvár között, mondjuk egy székelyföldi utazásnak a nagyjából a fele útján érdemes egy éjszakára oda bekéreckedni, elég jók a körülmények, és mindig szívesen látják a, főleg a gödöllőieket, de hát mindenkit, aki Magyarországról arra veszi az útirányt. Én azt kívánom, hogy ez a mai különleges összejövetel, ez mindenki számára legyen tartalmas, értékes, és hogy minél több élményt érezzenek meg a szülők is, hogy kedvet kapjanak minél többen ahhoz, hogy ellátogassanak zsobokra. Az igazgató úr felvezető beszédét a diákok élménybeszámolója követte, amit az utazáson készített izgalmas képek bemutatásával tettek még színesebbé a meghívott szülők számára. Pénteken reggel indultunk el útra a művelődési ház parkolójából. Nagyon sok nevetős, vicces kép igazolja jó kedvünket. Először egy benzinkútnál látunk meg, hogy mindenki egy kicsit mozogjon a sok ülés után. Legközelebb, amikor fékezett a busz, már Gyulán voltunk, ahol az Erkel Ferenc emlékházat néztük meg. Következő úti célunk Nagyszalonta volt. Itt Arany János szülőházának a rekonstrukcióját és a csonkatornyot látogattuk meg. Végül este 9 óra körül érkeztünk meg végső állomásunkra, Zsobokra. Szombaton reggeli után megnéztük a bánffyhunyadi református templomot, ezután ellátogattunk Körösfűre, ahol szintén egy református templomot láttunk, majd a vásárban járkáltunk, vásároltunk. A délután nagy részét a műsorunk próbálásával és a helyi kisgyerekekkel töltöttük. Az esti ünnepség után, ahol néhány kotta szétrepült és hasonló dolgok történtek, jöhetett a kikapcsolódás. Nagyon jót buliztunk, ez volt az este fénypontja. Vasárnap délelőtt még az előző napi buli fáradalmait pihentük ki. Egy kisebb csoport azonban kirándulni ment a közeli dombokra, és megnézték a falu környékét is. Ebéd után egy falubeli házban tekintettük meg a cifraszobát, ahol a fiúk a bokrétás kalapot, a lányok a pártát próbálhatták fel. Ezt követően elmentünk Kolozsvárra. Először a főteret és a Szent Mihály templomot néztük meg, majd a sétateret, a Farkas utcai református templomot és a házsongárdi temetőt. Nem hagytuk ki azonban Kolozsvár legfinomabb egyeljes perecét sem. Hétfőn fél ottkor keltünk, hogy megnézhessük a napfelkeltét a közeli dombokról. Sötét volt és hideg, mikor elindultunk, de megérte a látványért, amit a felkelő napsugarai festettek. Reggeli után ellátogattunk a helyi óvodába és iskolába, majd elsétáltunk a zsoboki pékségbe is, ahol még kóstolót is kaptunk az ott készült finom, friss kenyérből. Ebéd után kicsit játszottunk a kisebbekkel és beszéltünk a nagyobbakkal. Végül elérkezett a búcsú ideje is. Kettő körül gördültünk ki a faluból. A buszót hangoskodó osztályunkhoz képest csendesen és nyugodtan telt. Körülbelül este 8-ra érkeztünk meg a műfász parkolójába. Hogyan fogadtad azt a hírt, hogy most a te évfolyamod táborozhat Erdélybe? Nagyon örültem neki, mert ugye az előző osztályok is voltak már Zsobokon, és nagyon sok jót hallottunk róla. És én is voltam már Erdélyben, de ezen a részén még nem, és nagyon érdekelt, hogy milyen lehet. Jó ötletnek tartod azt, hogy a diákok középiskolai évei alatt legalább egyszer eljussanak határon túlra? Igen, eléggé fontosnak tartom, hogy megismerjük a külföldi kultúrákat, hogy hogy élnek emberek, mennyivel jobban és mennyivel rosszabban tudnak élni, mint mi. A férfiak télen, mikor a határon nem volt múzga, mert belepce a róla földeket, behúzódtak a házba, és kifaragták, elkészítették a használati tárgyaikat, a nők szőttek, fontak, kézimunkáztak.
ilyen gyékénytikó minden nagy szalontai házban volt. Szegény emberek cserépedényt használtam, az volt a leborcsó. Ugyanúgy látszik, a szegény ember termesztette a lopautököt a borszívát. Számodra a 4 napban mi volt a legnagyobb élmény, akár több is lehetett? Fú, hát leginkább az, amikor megismerkedtünk az ottani gyerekekkel, mert ők is nagyon aranyosak, kedvesek, és nagyon jól eljátszottunk, beszélgettünk velük, meg ugye szombaton volt egy buli, az fergeteges volt, és hát a túrázások, megnéztük ugye a napfelkeltét is, az is gyönyörű volt, tehát ugye az egész teljesen. Azért, amit én itt el szoktam mondani, egy 2-es lehet kapni. Ah, az jó. Egyébként nagyon fiatal, és a saját magunk tudását még hozzáteszik, és ettől lehet. Jó lett, amit én csináltam, nagyon. Kamerát? Tudod-e azt, hogy ennek a pályázatnak, ami keretén belül ti eljutottatok az osztálytársakkal Erdélybe, mi volt a célja? Mit kellett ebben megvalósítani? Szerintem, hogy eljussunk olyan helyekre is, ahova valaki nem is jutatná el, és megnézzük az erdélyi nevezetességeket, de szerintem a legjobb pillanatok mégis az árvákkal voltak, és a félárvákkal, az ottani gyerekekkel. Hát azok nagyon megható pillanatok voltak. Hamar összebarátkoztatok? Hát igen, hát szinte az első pillanatban oda jöttek hozzánk, megölelgettek, hát nagyon jó érzés volt. Elegendő volt ez a pár nap, vagy még mennyit tudtatok volna ott tölteni, hogy érzed? Hát én akár egy hónapot is ott bírtam volna tölteni. Hát úgy érzem, hogy mindig vissza fogok oda vágyni, és remélem, hogy még vissza fogok jutni esetleg jövőre, vagy esetleg hamarabb is. Amíg nem jöttél,